Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Veres Egyházon. Ahogy szoktuk, mondjuk el az Om Nám mantrát, a Tiszta Univerzum mantráját közösen hétszer. Om Nam. Szépen. Ázsiában, amikor az énről beszélnek, akkor egy egész más én fogalmat értenek ez alatt, mint a nyugat. Az e kettő közötti feszültség gyakran a tan meg nem értéséhez vezet. Amikor a görög józsdának, a bejárata fölé azt írták, hogy gnót hisze auton, hogy ismerd meg önmagad. Az egyenlő-e azzal, amikor a zen és egyéb mahajána a irányzat azt mondja, hogy érd el igazi önvalódat. Ma este nem e két fogalom közötti különbségről lesz szó. Itt ülhetnénk holnap reggelig, az se segítene egy valamiről lesz szó, arról, ami most benned ezt látja és hallja, illetve arról a berendezésről, aminek te hiszed magad. Alapállapotban, ahogy növünk fölfelé születés után, egyre erősebb azonosulást fejlesztünk ki a testünkkel. A lelkünk az nem is kérdés, hogy ez én vagyok aztán rájövünk arra, hogy ez a lélekhez, ehhez a test tartozik, és a kettő feltételezi, sőt, meghatározza egymást. Ahogy még inkább ismerkedsz a karmával, annak a működésével, annak a törvényével, amit darmának hívnak, egyre inkább rájössz arra, hogy milyen elképesztően intelligens és precíz szabályrendszer szerint működik az univerzum, amelyet, ha megismerünk, akkor a részévé tudunk válni, úgyhogy tudjuk, egy kicsit uraljuk is ezt az önmagunkat. Ha pedig nem ismerjük, akkor úgy válunk részévé, hogy ki vagyunk neki téve. Nem vagyunk hajlandóak megismerni, hogy ez az énség miből áll, hogy működik, és mi az, ami belül kimondja azt, hogy én, illetve te. Nyugati szempontból a keleti vallások önközpontúaknak tűnnek, nagyon alanyiaknak, kivéve azokat, ahol ilyen hatalmas politeisztikus, hierarchikus, teológikus imádat zajlik, és ezt Indiától Kínáig nagyon sok helyen láthatjuk. Viszont azokban a tanokban, amelyek Magyarországra is eljöttek, és természetesen a nyugat nagy részét áthatották, egy olyasféle én vagy éntelenség élményről van szó, amely nyugaton egész a közelmúltig nem volt ismert. Hogyha ezt félreértjük, akkor ahhoz hasonlíthatjuk magunkat, mint amikor a kígyó mérget, azt nem gyógyászati célokra használjuk, például izületi fájdalmak enyhítésére, hanem bedöftük magunkba intravénásan, és akkor megmérgezzük magunkat vele. Tehát a kígyó méreg az lehet gyógyszer is, és lehet egy halálos szer is, attól függ, hogy hogyan alkalmazzuk. Indiában a kígyó, a nága, a bölcsesség szimbóluma. A buddhizmus 14. pátriárkája, Nágárjuna, aki lefektette a középút, a maka és a jogacsára alapjait. Miért fontos ezt ismerni? Azért, mert ez a középút itt nyugaton nagyrészt ismeretlen. Nagyrészt menny és pokol, jó és rossz, Isten és ördög között így pofoszkodunk magunkat és másokat. És amíg a szélsőségekből merítünk csak energiát, addig nincs harmonikus, nyugodt életvitel. Nincs normális nézőpont életre és halára. Miért olyan vonzóak a konfliktusok és a szenvedés? Mert rengeteg energia van benne. És mi ezekből szeretnénk energiát meríteni, ahelyett, hogy egy finomabb, teljesebb, mozdulatlanabb energiatípust választanánk, ezt hívhatnánk mondjuk lényegnek. De ez a lényeg, ez mindaddig megismerhetetlen, amíg az embernek a saját önképe ennek az útjában áll. Van egy ilyen mondás a Tang Krisztus után 700 környékéről. Ha ledöntöd a falat, mi magad vagy, végtelenné válsz térben és időben. És hogyha ezt megnézed egy nyugati szemszögből, akkor az a személyiség, amely határtalannak gondolja önmagát, az nagyon súlyos patológiás tüneteket fog előbb-utóbb mutatni. Tehát nem ez a határos, tökéletlen, feltételhez kötött, mulandó önmagad az, amiről énként a kelet, az ázsia ö, kultúrájához köthető hagyomány beszél. Énként vagy nem én élményként olyan önvaló tapasztalatról beszél, amely nem szóba fogható, csak tapasztalható. Megélhető, de nem gondolható el. Amikor nyugodtan az ember önismereti tanfolyamra kezd el járni, mert már nem tud tényleg mit kezdeni a káosszal, akkor jó esetben is a saját személyiségét, az avatárját ismeri meg. Az önképe lehet, hogy rendeződik, de az biztos, hogy erősebb lesz, mert elkezd jobban működni. Ez az önmegismerés. Neha 500 ezer-2000 órákat tudunk erre áldozni, éveket. Az igazi kérdés az, hogy az önmeghaladás ebben benne volt-e. Keleten az önmeghaladás az, amivel kezdenek. Ott egy darab kapcsolót mutatnak ki, azonosulsz-e a tapasztalásaiddal, vagy sem? Engeded-e a pillanatot szétbomlani múltra, jelenre és jövőre, vagy sem? Látod-e egy tiszta, tükörszerű, térszerű tudatban a személyiséged minden mozdulatát? Vagy sem. Ez a látó, ez nem személy. Ez nem ember. Ez nem jelenség. Nem Isten. Nem Budha. Nem tudjuk, mi ez. Ez az, ami nem tudható, csak tapasztalható. Ennek a működésétől lesz az önmeghaladás lehetséges, és ezáltal lesz az önismeret, vagy az önmegismerés is. Sokkal mélyebb és sokkal tisztább, mint hogyha csak gondolkodnánk magunkról és egymásról. Az ember egyszerre teremtett és teremtő. Nagyon ritkán van az, hogy ezt a kettőt egyensúlyban látjuk magunkban. Néha a teremtettségünket nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, hogy itt vagyunk ezzel a lélekkel ebben a testben. Néha pedig a teremtőségünket nem tudjuk tudomásul venni, hogy a személyiségünk minden egyes darabját, minden egyes karmikus morzsáját mi ki a létezés kemencejében. Huineng, a hatodik pátyárka azt mondta, eredetileg semmi sincs. A nyugat ezt a semmit ugyanúgy félreérti, ahogy az ént is félreérti. Az én alatt az egoitást gondolja, a semmi alatt a nihilt. Mind a kettő hibás. Az üresség, ami a zennek és más mahajána és téraváda buddhista irányzatoknak is a központi fogalma, az nem a semmit jelentette, hanem egy olyan állapotot, ahol még nincs jelenség. Még csak egy potenciális állapot van, nem aktuális még nincs teremtés, mert csak a teremtő van. Idézzük fel ezt a genezisből. Kezdetben Isten vala az ige, és Istennél vala az ige. Az ige, mint logosz, a sok-sok fordítás és sok-sok évszázad során ugyanolyan félreértésbe ment át, mint az előbb említett üresség, énség fogalma. Amikor a teremtésnek az energiája és az információja még egyben van, akkor még nincs jelenség. Minden energia és minden információ a teremtőnél, azaz a teremtőben van. Aki esetleg uh, Advaita Véden, tehát a legmagasabb szintű indiai tanok egyikét tanulmányozza, nagyon hasonlót tud tanulni, amikor az átma Brahmanról van szó arról a legfelsőbb énről, amelynek a kisugárzása, vagy a kiáradása a jelenségvilág. A zen azt, azt mondhatom, ezt úgy tisztította le, hogy meglátta az egyén, az énség és a világnak a viszonyát, a jelenségnek és a lényegnek a viszonyát. És hogyha egyetlen technikát lehetett tanítani, akkor azt arra használja, hogy az önképedet, a saját magadról alkotott, dualisztikus, tökéletlen, polarizált önképedet, ezt elteszi az útból. buddha Buthának a megvilágosodása pillanatában sokféle realizációja volt. Az egyik biztosan az volt, hogy ez a lényeg, ez nem személyes. Tehát ezért az Anátman, vagy a nem énség tanát tanította, nehogy azt képzeljük, hogy magunknak egy ilyen többszörös 128. on megnagyobbított változata az a lényeg. A lényegnek eredetileg nincs neve és nincs formája, minden jelenség gyökere és vége, de önmaga nem jelenség. Nem látható, nem hallható, nem szagolható, nem tapintható, nem gondolható, érezhető, mondható, tehető. Megint csak az Ószövetségbe tessék egy kicsit visszamenni, hogy Isten igazi arcát nem látta senki, igazi nevét nem ejtheti ki senki, melyik két nagy monoteista vallást tiltja ezt, ugye? Tehát nézzük meg azt, hogyha Praxeológiai, gyakorlati szempontból megnézzük, akkor ezek a szövegek mit mondanak? Intellektuálisan ezek nagyrészt nem teljesen, vagy egyáltalán nem érthetőek. De hogyha haladunk egy kicsit a belső útunkon, akkor rájövünk arra, hogy ez a lényeg, ez bennünk is van. Ez az a lényeg, amely kimondja azt, hogy én felépíti a személyiséget, és aztán elhallgat, és elkezdünk változni kiderül, hogy az emberi élet nem teljes ezen énség megélése és megtapasztalása nélkül. A személyiségnek ki kell fejlődni, az egókéregnek rá kell rakódni, az embernek szenvedni kell ahhoz, hogy fel akarjon ébredni a saját maga által keltett illúziókból. Ezért mondta a legnagyobb nyugati bóthiszatvánk, a teljesen megvilágosodott, hogy bizony mondom néktek, ha nem lesztek gyermekek, újra nem léphettek be a mennyek kapuján. Tehát duális tudattal nem érhetsz el a nirvánába. Ez a fordítása ennek. Amikor a hatodik pátiárka azt mondja, hogy eredetileg semmi sincs, tehát ez azt jelenti, hogy a jelenségeket mi teremtjük, magunkat is, mivel a teremtő és a teremtett az emberben együtt van. Ezért hallhattad, olvashattad azt, hogy saját képére teremtette őt az Isten. Fordítás, mindenkinek van buddha természete. Mindenki képes a felébredésre, a legnagyobb tanítók minőségeit magunk is elérhetjük. Ez azt jelenti, hogy minden egyes mozzanatban felelősek vagyunk azért, akik vagyunk. Tehát ki vagy? A teremtettség, a személyiség szintjén ki vagy? Amikor nagyon-nagyon kiborítanak, amikor kihoznak a sodrodból, tudod azt mondani, hogy én nem vagyok az az ember, aki ilyet mond neked? Én nem vagyok az az ember, aki így gondolkodik rólad. Én nem vagyok az az ember, aki így érez feléd. És ez megmondja, hogy te ki vagy. Ha te képes vagy bizonyos dolgokat kimondani bizonyos modorban, akkor te azzal válsz, mert kimondtad. Ha képes vagy megtenni dolgokat, ha elragadtatod magad, ha nem gyakorolsz önuralmat, akkor azzal cselekedetté válsz, bocsánatot kérhetsz, de meg nem történt, én nem teheted. És ugyanez a gondolkodással és az érzelmekkel. Hát, amit a személyiségedben viszel, azt te valamikor létrehoztad, és ne okold a családodat, ne okold a környezetedet a saját átlátatlan döntésed okozza a szenvedést, és a jól átlátott döntésed visszaboldogság felé. A személyiségünket ne egy fix, zárt kész termékként fogjuk fel egy dinamikusan változó entitásként fogjuk fel, amelynek minden egyes alkatrésze cserélhető, amíg életben vagyunk. Ha el tudták gondolni egy gondolatot, akkor dönthetsz, hogy az az éneddé válik, azonosulsz vele, vagy leválasztódsz róla, és az azonosulás megszűnése után kirakod magadból, és nem teremted újra. Kimondhatod azt, főleg a közeli kapcsolataidnak, én nem fogok így beszélni veled, mert nem akarok ezzé válni. Én nem fogok így cselekedni veled, mert nem akarok ezzé válni. Én nem fogok így gondolkodni rólad, mert nem akarok ezzé válni. Én nem fogok így érezni feléd, mert nem akarok ezzé válni. És ilyenkor elkezdesz végre a szabadságoddal felelős módon bánni. Ez az, amit a nyugat nagyon kevéssé tapasztal, hogy a szabadság és a felelősség ugyanannak az éremnek a két oldala. Általában a nyugat olyan szabadságot képzel el, ahol nincs felelősség, ahol nincs következmény. És ezért is szeretnének páran olyan társadalmat, országot és rendszert, ahol következmény nélkül lehet csinálni, mondani dolgokat. És ezt nagyon sokszor bevisszük a saját életünkbe is. A darma, amely a világ működésének a törvénye, megmutatja, hogy mindennek van következménye és előzménye. Ha az előzményt és a következményt sorba rakod, megmutatkozik a karmádnak az iránya. Ezt hívják fejlődésnek vagy visszafejlődésnek. Fejlődésről beszélünk akkor, hogyha egyre tudatosabb, egyre világosabb vagy, egyre kevésbé szenvedsz és szenvedtetsz, egyre jobban uralod azt az önmagadat, amelyet kész vagy megismerni, meghaladni, és így újra teremteni. Akik mindig a sorsot okolják, azok egyre kevésbé tudatosak, egyre kevésbé világos döntést hoznak. Egyre inkább a környezetükre vetítik azt, hogy ők miért olyanok, amilyenek. Ekkor válunk a kapcsolataink következményévé. Elkezdjük a szüleinket okolni azért, mert ilyenek vagyunk. Elkezdjük a párunkat okolni, hogy így beszélünk, érzünk, gondolkodunk, cselekszünk. Minél inkább a környezetet okoljuk, annál gyengébbek leszünk. Honnan veszed észre, hogy panaszkodsz? Hogy projektálsz? Konstruálsz? illúziók vannak valóság helyett. Te miattad vagyok ilyen. Te okoztad a nyomorúságomat. A világ ilyen, és én ezért szenvedek. Na, akkor elfeledkeztünk a teremtőségünkről. A teremtetségünkről elég nehéz elfeledkezni. De hogyha nem látjuk a kettőt egyben, akkor a középút sosem lesz meg. Mert pedig a középútban van a legnagyobb energia, amikor a rezdülések találkoznak harmonikusan, akkor energia növekmény van. Hogyha hamis éneket hallasz, ha hamis zenét hallasz, vagy valakinek a viselkedésében hamisság van, mert a látszat és a valóság különbözik, akkor érzed, hogy ott energiaveszteség van, kimerítő ott lenni, káosz ott lenni. Mi kell ahhoz, hogy rend legyen? Hát nem rendőr. A rendőr akkor kell, amikor benned nincs rend, amikor a társadalomban nincs rend. Hogyha a természet működéséhez visszatérünk, akkor vagyunk rendben. Ez feltéteti a kérdést, hogy mi az emberség? Ha az emberséget megtaláljuk, akkor vagyunk emberek, és akkor vagyunk rendben a magunk dolga világossá vált, a magunk természete szerint cselekszünk. Nézzétek meg, hogy az állatvilágban ez mennyire nem kérdés. Láttál-e már olyan macskát, amelyeknek identitásválsága volt? Vagy egy kutyát, amely kereste önmagát? Vagy egy halat, amelyik ponttalanul viselkedett? Vagy amikor egy sügér azt mondta, hogy ez harcsaság. Uh -uh. Tehát az állat tudja, mi a dolga. Egy szunyog nem tud szunyog alatti módon csípni. Ő úgy csíp, mint egy szunyog, mert ő az. Ugye? Egy kullancs nem fogja meghaladni önmagát, és most most csak ma, csak neked nem megyek be a bőröd alá. Ne, dehogy. A növények még egyszerűbbek szuperintelligens organizmusok, és mindig a gyökér lefele megy. Jó, vannak léggyökerek, tudjuk, de a fotoszintézissel ugye fölfelé. Tehát ami a napot keresi, fölfelé megy, ami a földet keresi, lefelé megy. Nem tud másképp viselkedni, egyetlen fa sem. Tehát nem látsz egy olyan bolond fát, amelyik lombal lefelé nőne, és gyökérrel fölfelé. Fák nem tudnak megbolondulni. Az ember tud. Az ember tud embertelen lenni, Tudni, ha ember fölötti lenni, nagyon ember alatti lenni. És nézd meg, tudjuk mi az, hogy emberség? Ezt csak akkor tudjuk, ha megismerjük önmagunkat. Megismerjük önmagunkat a személyiség szintjén, és megtapasztaljuk igazi önvalónkat a látó minőségében, amely nem személy. Még csak nem is ember, de nem is állat, vagy a hat keletkezett világ bármelyik entitása. Ez nem egy entitás. Ezt találta a Buddha, amikor az anátmaron, vagy a nem énről beszélt. Ez akkor működik, hogyha mindent kimersz pakolni a belső szobádból, egy darab bútor nem marad, ezt hívjuk tárgyatlan tudatnak, vagy tükörszerű tiszta tudatnak, a meditáció erre irányul. Annak a tiszta tudatnak a megtapasztalására, ahol nincs énélmény. Csak a kék ég, a zöld lomb és kint a közlekedés. Ez látszik. És ezt nem minősített se jónak, se rossznak, se énnek, se másnak. És a legnagyobb paradox az, hogyha ilyenkor ebben az állapotban tisztán látunk, akkor tényleg úgy látjuk magunkat, ahogy vagyunk. Nem olyannak, amilyenek szeretnénk lenni. Nem olyannak, amitől félünk, hogy mégis vagyunk, bár nem akarunk tudni róla. Ezért a zen ezt úgy hívja, hogy ilyenség. Pontosan ezt az ilyenséget tapasztalom meg magamban, és aztán, ha kell, ezen tudok változtatni. Mert rájövök, hogy uh, én tényleg így beszélek, én tényleg így gondolkodom, tényleg így érzek, tényleg így teszek, és ennek ez a következménye. Tehát az önmeghaladás, az önmegismerés és a transformáció, ez a három, ezek édes testvérek. Nézzük meg az énünknek azt a három részét, ahol a hitrendszer, az értékrend és az életrend van. Az elmének ez a három alapfunkciója nagyon jól elkülöníthető. Ez egy dobozban van, három szinten. Az önvalónak bármiféle tapasztalata az énben megszünteti a tartós ego kérget. Már nem tudsz visszazáródni, mert egyszer kinyíltál. Ez az élmény a buddhi, a felébredésnek akár egy morzsányi tapasztalása. Ha ez kellően kiterjedté válik, akkor nem tudsz újra egoista lenni, mert lehántódott rólad, lepattant rólad az, amit addig fix énnek gondoltál. Ebből nagyon kevés van. Nagyon kevés van bennünk, nagyon kevés van a világban. Ez kell egy tartós gyakorlat, egy tartós meditatív praxis, hogy ne szilárdulhasson vissza a fix éned. Ebből van a hitrendszer. A tapasztalati alapú, transzcendens tapasztalásból, vagy valóságélményből. Ha ez valamennyire is megvan, akkor az értékrended már csak nem önközpontú Egyébként az értékrendünk rendkívül önközpontú, négy nagy síkon veszed észre, egyén, pár, család és társadalom. Valahol minden entitás azt mondja, hogy én azért jobb vagyok, mint a többi. Mi azt is mondjuk, hogy hát rám azért a törvények nem úgy érvényesek, mint mindenki másra, nekem egy kicsit kedvezőbb lesz itt az elbírálás. Tehát az értékrendünk megszűnik önzőnek lenni, és az életrendünk sokkal nyitottabbá és világosabbá válik, és akkor jobban tudjuk élni az életünket. De ha benned rendetlenség van, akkor körülötted is rendetlenség van. És ahhoz, hogy kívülrend legyen, ahhoz belül is rendnek kell lenni, ezt hívom autonóm személyiségnek, vagy világos tudatnak. Úgyhogy az első a hitrendszer, ami a látáson kéne, hogy alapuljon, és nem a dogmatikán. Amikor gondolatokkal akarjuk a tapasztalást helyettesíteni, akkor válunk dogmatikusokká. Mert az abszolút élményét szavakba akarjuk foglalni, sőt kodifikálni, aláíratni, kiadni több millió példány, mert csak ez van. És ekkor a jelenséget, a relatívat azonosítani akarjuk az abszolút talami nem lehet jelenség, nem lehet érzékszervi tartalma. És hogyha a látást összekeverjük a tudással, akkor megmérgezzük a saját lelkünket. Tehát a legfelsőbb a látás, amely a tapasztalati alapú, nem kettősségen alapuló hit. Utána jön a tudás, amely így szabaddá válik, mert ami megtudható, és nagyon sok tudható meg, az minden, csak nem a lényeg. A működését megtudhatom a jelenségeknek, megismerhetem a színét, szagát, bármiféle oldalról azt a működést, amit mutat, az okozatiságát, és ez már tudás. Ezt már én tudom, ezt te tudod, ezt mi tudjuk, de ez nem egyenlő a hitrendszerrel. Itt nincs vita teológus és tudós között. És utána jön az életrend, ami már a cselekvés. Tehát a látás, hitrendszer, tudás, ebben van egy értékrend, és utána az életrend, ami a cselekvés. Most tedd fel a kérdést, nálad ez hogy áll? Ez van? Na, ha esetleg nem lenne rendben, akkor itt a lehetőség kérdezzetek. Egy életben hányszor halunk meg? Hányszor születtél meg? Nem tudom. Dehogy nem. Legalább. Anyut, anyut nem kérdezted De. erről? Anya, hányszor mentem én keresztül? Szerintem egyszer bőven elég volt. Egyszer. Tehát ha úgy élted át, hogy egyszer születtél meg, akkor egyszer fogsz meghalni. Erre kérdeztél? Uh, nem. Nem. Hála jó Istennek. Tehát nyugaton a halált úgy szoktuk felfogni, hogy megszűnünk, meg hogy várjuk a következő ugye, resetet, és akkor feltámadás vagy hasonló. Keleten ez nem így van. Keleten a halál fogalma az, amikor erre az inkarnációra nézve a test és a lélek végleg szétválik. Fogantatáskor lélek és test találkozik, anyuciban kifejlődsz, 9-21 hónap után kibújsz, és akkor indul az élet bardója a születés után. A születés köztes léte az fogantatástól a köldögzsinór elvágásáig. De az önkép, az halljon meg minden nap. És amikor az önképed meghal, akkor a személyiséged szabaddá válik, és végül az értékrended egy hitrendszert, egy normális transzcendens tapasztalatot tud követni, ahol végre a vízcsepp visszatér az óceánba. Tehát keresztény misztikusok mondták nem is egyszer, naponta haj meg Istenben, naponta olvagy vissza a teremtőbe. A zen az, hogy pillanatról pillanatra tartsd meg a tiszta tudatot. Na most, hogy ezen belül te hányszor szeretnél mint önkép megszületni és meghalni, azt az ízlésedre bízom. Ha adhatok egy tanácsot, olyan tudatosság kellene, ami nem kötődik élethez és halálhoz. Egy csomó ilyen izzat, cuccot így meg lehet spórolni vele. Még folytathatom? Egy -egy. Akár. Szeretnéd? Igen. Mehet. Mert ugyanis... Olyan, mint hogyha lett volna egy előző életem, egy előző házasságom. Egy? egy... Igen. Szerencséd van. Köszönöm. Most van a második. Most tartom a második. Tehát egy... csak egy előző életre gondolsz? Olyan tiszta lélek vagy, te, mint a ma született bárány. Akkor karma, amit látom bátyámon, testvéremen keresztül, hogy hogy működtem, hogy milyen voltam én is, és ahogy változom, úgy szakad le tőlem az ilyen személyiség, a, a, akit el, elönt az egoizmus, az ego. Pár kapcsolatod, akkor van, mert házasságban élsz, ugye? Így van, itt van. Ott a feleséged mellette. Én, Csak az, hogy ez itt le, le legyen boltolva rendesen. Most add át neki légy a mikrofon, mert kérdésem van hozzá. Mm. Szervusz! Jó napot kívánok! Melletted áll a férjed. Milyennek látod őt? Annyi karma még nem foszlott le róla, hogy ne legyen teste. Tehát olyanja van neki. Annyi karma se foszlott le róla, hogy ne beszéljen. Van szóbeszéd. Van érzelme, meg gondolata. Milyennek látod őt? Olyannak, amilyennek szeretném. Hú, nagyon jó házasságban éltek olyannak elfogadom lát őt, amilyennek szeretné. Meg elfogadom olyannak, amilyen. Kettő közt nagy a különbség? Mert ha nem, ha tényleg nagyon közel van az, amilyennek szeretnéd látni, és amilyennek egyébként látod, akkor nagyon jó munkát végeztél. Egy házasság, hogyha jól csinálod, mert van egy olyan emberi tér, egy olyan tudati áthatás, ahol közösen tudunk változni, például a közös hitrendszer, közös értékrend és közös életrend esetén. Az életrend az közös, hát együtt élünk, de közöse az értékrendünk, közös a hitrendszerünk. És hogyha nincs különbség a között, amilyennek szeretnénk látni a másikat, és amilyen ő valóságban, akkor ez egy nagyon jól működő kapcsolat. Na ekkor nincs az a fajta én kéreg, amely képtelen a változásra. Nos, milyen közel van a kettő egymáshoz? Ami ennek szeretnéd látni, és amilyen ő valójában. Hallgatlak. Bölcs vagy és együttérző. Vannak olyan kérdések, amelyekre a buddha maga is hallgatással válaszolt. Köszönöm szépen. Egyéb Köszönjük. kérdés? Van egy közeli családtagom, akivel úgy érzem, hogy a kapcsolatunk ismerettségünk kezdete óta nagyon nehéz a, a viszonyunk, és hogy a részéről nincs elfogadás az irányomban, sőt, inkább ellenállás van. És engem ez nagyon zavar, és nagyon érzelmileg bevonódva érzem magam, és, és persze szeretnék vele egy szeretetteljes kapcsolatot kialakítani. És két kérdésem lenne az Ugyaj, egyik. Jaj, jaj, nekem egy. A családtag korban, fölötted, melletted, vagy alattad van? Alattam. A gyereked? Muszáj tudni ahhoz, hogy egy normális választ adjak. Ugyanis olyan általánosan és diszkrét, elkerülő üzemmódban tetted föl ezt a kérdést. Direkt. Én pedig, én pedig direkt konkretizálom, és nem azért, hogy a szívedet darabokra törjem, hanem azért, hogy legyen foganatja a válasznak. Ugyanis általános kérdésre használhatatlan választ lehet adni. Értjük? Igen. A titkait kellenek, tények kellenek. Igen. Mehet? Igen. És uh, válaszoltam akkor a kérdésre, és ehhez kapcsolódik az a, az egyik kérdésem, hogy ez lehet-e karmikus, és hogy a megértéshez kell-e tudnom... Anyuka hogy... drága, mi az, ami nem karmikus a jelenségek világában? Azt, azt kérdezed, ez hogy sorsszerű-e? Igen. Mi rendel minket egymáshoz? Csak is a közös karma, ahány életünk volt, ugye, annyi annyiszor. Tehát a közös karma egymáshoz rendel minket, és ezt valahol látnunk kell, hogy miért született a gyermek hozzád. Ez a legelső, ez már híd. És a másik, ezt erre tulajdonképpen így gondoltam, hogy ez lesz a válasz. A másik az. De remélem nem érzed, hogy hiába jöttél. Jó. Talán a másik a nagyobb szerencség. A másik az nehezebb, Nehezebb, hogy ez feloldható-e, ez így rendezhető-e, még ebben az életben szeretném. Kötésnek látod most? Hogy érted a kötést? Azt mondod, hogy karmikus. Meg az, hogy kellemetlen, mert nincs benne elég elfogadás. Ezt kötöttségnek látod? Az ő részéről, vagy az én részemről? Mindegy. Hát Beszéljük én azt érzem, hogy ez biztos rá. valami feladat, tehát hogy. Kötés, kényszer, vagy sem? Részedről, feléd. Mármint mint a nem elfogadás? A vagy? saját énélményedre vagyok kíváncsi. Ne kerülgessük itt. Hogy Komolyan macska leszel a következő életedben, és végig a forró kársa körül fogsz keringeni. Mondjad! Nem, nem értem ezt a kötéskérdést. Most. Hogy a viharban ellenne kötés anyja és gyereke között, erre próbálak meg rávezetni. Kora az. Igen. Hát nem hortad ki? Hát de. De. Nem tettél meg mindent, hogy jön? Hány éves? Kilenc. Istenem. Az a java még hátra van, azt tudod. Tehát az, hogy ezt a kötésnek, vagy esetleg kényszernek éled meg, az teljesen rendben van. Hát itt integet a prepubertás az ablakon, mint a győzelmi zászló. Tehát mit kell tenni? Tényleg meg kell nézni, hogy miért született hozzád, mi a valós oka annak, hogy egymáshoz tartoztok. Nincs olyan, hogy ja, hát véletlenül pont ez a lélek született hozzám, de hogyha egy másik csomagszámon számon kézbesítette volna a futár, akkor a szomszédban lenne. Hát nincs ilyen kérdés. Hát úgy már itt velem a szomszédunk is, hogy... Tudod, miért örülök, hogy a szomszédod is itt van? Mert elhívtam. Mert ő is megmondhatja, hogy nem hozzá született, hanem te hozzá, ugye? Igen. Tehát a karma az egy teremtett dolog, amilyen mintázatokat kialakítasz, mint anya, pontosan az a lény születik hozzád, akinek az anya arhetipus dobozban te vagy. Na most ez a te, ez nem a személyigazolványod, hanem a mintázatod. De annyira precíz a dolog, hogy nem születhetett máshova, csak te hozzád, illetve apukához, azért őről se feledkezzünk meg. Apukait, a rokonság, mindenki, egyen meg. Na, tehát ilyenkor tudnod kell, hogy te vagy a teremtője. A szülő a nagy, a gyerek a kicsi. Tehát szabadságban fogant, meg gondolom nem, hogy hűha! Hát, asszus kulcs! Mind a két vonal. Meg nem jött meg. Tehát nem ilyen volt, jöjjön, jött. Sokat kellett dolgozni rajta, vagy úgy rögtön? Rögtön. Na, akkor közeli karma, nem kellett csalogatni az univerzum másik feliből, hogy gyere ide, jó lesz neked. Rögtön jött, ott várt, tudod, mint a sísáncon, tudod? Várják aki kis síbottal azt, hogy így, és más lesiklás is van, és... Jó, azért nem rögtön jött, de... Na hát. <laughs> hát akkor meg kell, meg kell, nézni, hogy mi, a, mi az a közös karma, amin keresztül ti tudtok közlekedni. Hogy a Van egy kis kölcsönhatás a gyerekkel, és azt kell nézni. Ez a szeretet kapcsolatban alapvető, hogy nem azt nézem, hogy most mi a kellemes vagy kellemetlen, hanem hogy tudok átjutni hozzá, és ő hogy jut át hozzám. Ez kell. Ha ez megvan, nincs az egy elfogadás, van, hogy rossz napunk van, jó napunk van. Ez oké. Okay. De az, hogy ez a csatorna ez blokkolva legyen, görcs legyen kötve, az biztos, hogy a gyerek szenvedésével jár, és akkor a szülő is szenved, Tehát ez egy nagyon közeli, eszenciális lélekkapcsolat van a szülő és a gyerek között. Ezelőtt le kell tudni borulni. A gyerek a buthád az oltáradon. Az igazi önfeláldozás, éntelenedés, ha jól éled meg a szülősséget, az a tiéd. Az unoka az a jutalomjáték, miután az első generációt fölnevelted. Mert akkor már nem te szenvedsz vele. Te halára etetheted édességgel, gondolod te, az inkább ne, az a jutalom. De meg kell nézned, hogy miért te hordtad ki, miért ő az apja. És hogyha látjátok a közös karmátokat, már rögtön nincs az, hogy elfogadás hiánya és hasonló. A nem látásból van a nem elfogadás. Második kérdés. Ez ennyi volt? Ennyi. Köszönöm szépen. Szívesen. A kilenc éves nincs itt valahol? Nem bujkál, mert legközelebb elhozhatod. Tessék. Én úgy érzem, hogy valami baj van az én gyermekem, meg az én kapcsolatomban. Mert sajnálatos módon az én lányom az 18 éves kora körül skizofrén lett. Na most nem tudok evvel a gondolattal megbarátkozni, és nem tudom elfogadni ezt a tényt. És teljesen eltávoladtunk egymástól, és az a baj, hogy a párkapcsolatunkban kölcsönösen hibáztatjuk egymást, hogy te tőled lett ilyen, én tőlem lett ilyen, és nem tudjuk a megoldást. Ezt szándékosan kaptuk a sorstól, vagy a karmától, vagy mi azok ennek? Ez egy feladat, amit meg kell oldanunk? Feladat, de nem mindegy, hogy milyen szinten, milyen tudattal oldjátok meg. Ez általában a női vonal sérülése, és akkor is így van, hogyha esetleg nagyszülői vagy détszülői vonalon jelentkezik ez. Ez a családi karmának egy olyan kivetülése, amikor valami eltitkolt erőszak, halál vagy gyilkosság van a mezőben, és ezt nem engedte generációkon keresztül a család megjelenni. Ez az a titok, ami megmérgezte őt. Biztos, hogy nem magával hozta, mint egyéni karma, mert akkor 0 és 17 éves kora között jött volna ki. De amikor nagykorúvá válik, akkor a családi karmának a teljes mezeét megkapja. Egy ember, hogyha egy békésen, normálisan lejött inkarnációt nézünk, 5 x 17 évnyi életszakaszból áll. Az első a nagykorúvá válás. 17 és 18 között. Utána a teremtő potenciál teljességre vívése, 34. Utána az első tényleges gyümölcsök learatása, 51. Utána a tanulságok kérlelhetetlen beszüremlése, 68. Utána paradigmaváltás nincs. És utána még egy-két apehely, és 85. Az már olyan gyorsan elmegy, ahogy de. Itt nem a lányal van baj, itt az a titokkal van baj, ami őt megmérgezte, és ezt fel kell deríteni. Tehát ennek az útja egy normális terápia, semmi más. Az a baj, hogy mindent megpróbáltunk, és hogy mondjam, tehát teljesen eltávolodtunk egymástól. Kivel? A lányommal. A... Okay. Tehát én például nem tudom ö, elfogadni, hogy ő olyan, amilyen. És állandó düh van bennem, az anyja az meg szenved ez alatt, és gyakorlatilag nem látjuk a kiutat. Ezt most elmondtam, ezt a kiutat. Ezt kell járni. El kell vinni a lányt, vagy javasolni neki, hogy menjen el terápiára, jó pszichoterápiára. Más nincs. És sajnos ő egész másképp látja a világot, tehát elfogadja. Hétköznapi emberek részére elfogadhatatlanul látja a dolgokat. Akkor szenvedni és szenvedtetni fog, mindaddig, amíg egyszer azt nem mondja, hogy elég. Van -e ebből valami kiút? Most elmondtam. Ezen felül. Ezen kell járni. Jó, köszönöm. Nincs mit. Egyéb kérdés? a teljes elfogadás, tehát a feltétel nélküli szeretet. Erre lennék kíváncsi, mert én ö, elég sokat éltem már, és az az érzésem, hogy ö, valamiért ezt nem igazán értem. Tehát nagyon szeretem megérteni érteni egyáltalán. Tessék? A feltétel nélküli szeretetet. Szem... Megérteni? Igen. Szoktál tehát, dolgozatot írni a Szilvás Gombócról? Hogy... <síthat> hát nem, de én nem, nem úgy érzem, hogy nem tudok feltétel nélkül eh, szeretni. Tehát, Hány hogy... éve vagy házas? Ó, uh, öt, ötven, nem túl. A férj nincs itt véletlenül? Igen, ő vele harminc éve élek együtt, úgyhogy a férjemmel, a mostanival, mert... Eh, Na, hát akkor ő tudná nagyon jól megmondani, hogy tapasztalta -e feltétel nélküli szeretetet tőled. Ez a kérdés. Van, akit tőled, tehát van, akit tudok feltétel nélkül szeretni, de van, akit nem. És ez baj? Hát ezt szeretném megkérdezni. Hogy baj-e? Jézus Krisztus is felborogatta a pénzváltóknak Igen. az asztalait. Hát akkor? Te miért akarsz mindenkit feltétel nélkül szeretni? Nem akarok, csak... <laughs> akkor meg miért fárasztasz engem? Mondja. Olyat kérdezzél, amit De akarsz. De hogy a, a, az emberi létnek ugye az, az lenne a beteljesülés, amikor az ember feltétel nélkül mindenkit szeret. Elmondom neked, ez nem a beteljesülése lenne, hanem szívinfartus. Ezt nem tudod megcsinálni, hogy mindenkit feltétel nélkül szeressél, azért, mert ez a világ, ez feltételhez kötött. Igen. Okay. Én is így érzem. De emögött van egy megfelelési kényszer. És erre érdemes rátekinteni, hogy benned miért merült fel az az igény, hogy feltétel nélkül szeressél akár egy pillanatra mindenkit. És elárulom azért, mert őrszöl egy olyan emléket, amikor te nem kaptál eleget. Ezért. Meg akarsz felelni annak, aki nem szeretett, hogy szeressen. Ez van mögötte. És ezt kell szépen kitakarítani onnan, hogy ez elmúlt hogy ő már nem fog megfelelni neked és téged feltétel nélkül szeretni, és neked ennek nem kell megfelelni úgy, ahogy nem lehet. Lehet benne igazság, valószínűleg. Igen. Akkor már nem jöttél hiába. Nem, biztos, hogy nem. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hogyan veszem észre azt, hogy egy karmában vagyok, és mondjuk 155-ször futom már körbe, és hogy fogom azt észrevenni, hogy Mit kell, abból megtanuljak, vagy hogy hogyan lépem ki belőle? Valójában ez a 155 téged még nem fárasztott ki. Aha. Csináld meg 156-szor is, és akkor gondold át, hogy ez neked kell-e vagy sem. Mondok egy hasonlatot. Általában ez megtörtént. Az angol szászok szerintem nem nagyon szokták a valóságukat nagyítani, pár embert kivéve ezt a történetet én hajlamos vagyok elhinni, elmondom, és döntsd el, hogy számodra ez hiteles -e vagy sem. Az agárversenyeket ismerjük. Két kör, általában ügető pálya, nagyon hosszú kör, felállnak a kis boxokba az agarak, műnyúl, ajtók egyszerre kinyílnak, műnyúl elindul, két kör, amelyik agár először beér, nagyon sokat kap az, aki fogadott rá. És ez évtizedek óta így ment egy adott versenypályán. Még nem egy teljesen hétköznapi esős délutánon, egyszer csak volt egy agár, amelyik nem ment a műnyúl után, mert annyit versenyzett, hogy az agár agya felfogta, hogy soha nem fogja utalérni a műnyulat, ha csak úgy fut utána, mint a többi. Megállt, és meglátta, hogy a sövény mellett kanyarodik a műnyúl, átugrott a sövényen, átrohant a pálya közepén, átugrott a másik sövényen, elkapta a műnyulat, vége volt a versenynek. Ezt hívták, ezt az agarat, hogy Bölcs Mary, the wise Mary. oké? Okay? És ez azért érdekes, mert egyszer csak ráláthatunk arra, hogy milyen teljesen feleslegesen futjuk a köreinket, ha csak azt saját magunkért tesszük, magyarul a vágytárgyért. A műnyúl az az agár birodalomban a vágytárgya. És hogyha csak rohant volna utána, mint a többi, akkor ugyanazt csinálja 155-ször, mint te, vagy én, vagy bármelyikünk, amikor csak pörgünk a saját ideánk körül. Úgyhogy Bölcs Mary egy tudatszinte feljebb lépett, egy kicsit fölülről látta a műnyulat, és átvágta a saját rutinját, és ezáltal megállt a verseny. Nem hirdethettek győztest akkor. nézd meg, hogy te mit akarsz elérni. Nincs ez valahol már meg. Magadért csinálod, vagy másért? Mi az igazi motiváció? Úgyhogy, ha másért teszed, akkor nyugodtan 157-szer is csináld meg. Hát ez itt van egy-két anyuka. Hányszor cseréltél te pelenkát a kölkön? Nem 155-ször, 1555-ször, és még több. És nem unta meg, sőt, vannak olyan anyukák, akik a kakit, de csak a saját gyerekük kakiát illatosnak élik meg. Nem vicc. Olyan hormonális és tudati változás áll be, hogy hát ez anya teljes, hát ez fantasztikus. Hmm, picit ez hozzátáplál, de még így is fantasztikus az illata. Összecsavar, kidob, várjuk a következő pelust. Tehát ez, ez valós, mert az agyban átáll valami, és hogyha kell, 2557-re is kicseréled, mert a gyereked. Tehát a kérdésednek van egy olyan mélységes gyökere, hogy hányszor születünk ide le, ugye? Van, aki csak másodszor, hát az fantasztikus lényeg az, hogy ö, magunkért születünk le, a saját kis karma hátizsákunkat visszük, és ö, az összes énes cuccunk benne van, és magunkra is izzasztjuk az egészet, vagy pedig mondjuk másokért, vagy egy vállalás teljesítésért, ami nem pusztán rólunk szól. És nézd meg, hogy nagyon jól, ha ebből a szempontból megnézed az emberek életét, sajátodat is beleértve, kitűnően meg lehet különböztetni, hogy te mennyi kényszerrel születtél le, az mind Az mind csak rólad szól. Miért? Mert a kényszerben alacsony energia van, az alacsony energiában elszigeteltség van, az elszigeteltség mögött a te egó van. Értjük? Mihegy nem csak rólad szól, már két ember energiája van benne legalább, vagy három. Vagy négy vagy egy egész rokonság, vagy egy egész család, hogy ami a legszebb, a legönzetlenebb, vagy éntelenebb, minden érző lény. Tehát vállalásból, vagy kényszerből vagy itt. Ha vállalod, akkor több ezer inkarnációval sincs probléma, mert nem rólad szól pusztán. Teszed a dolgodat, mint ember. Felébredsz, segítesz, fejlődsz, fejlesztesz. De ha kényszerről van szó, te, ha még mindig ugyanazt az ego elemet már a 14. inkarnációban is ugyan azt a berögződöttséget nyomod újra és újra, az olyan uncsi tud lenni, abba úgy bele lehet fásulni, hogy hihetetlen. Ekkor szokták az emberek eldobni az életet maguktól. Zsákutca, többszörös zsákutca, ismételt zsákutca. És ezzel megszüntetjük azt a lehetőséget, hogy a sofőrnek legyen járműve, és eljusson valahova. Ez a test nem azért kell, mert mindig jó benne lenni, hanem azért kell, hogy legyen eszközöd, szemnélkül nem látsz, fül nélkül nem hallasz, kéz nélkül nem tapintasz, agy nélkül nem gondolkodsz, szív nélkül nem érzel. Száj nélkül nem beszélsz. Ehhez test kell. Ha nincs tested, a lelkednek nincs járműve. Ezért kell a test, mert alaptörvények közé tartozik, hogy az inkarnáció által teremtett érzékszervi karma az csak egy újabb inkarnációban tudatosítható, változtatható, örökíthető. Eltörölhető. Tehát ehhez test kell. És nagyon sokszor nem jó helyre, nagyon kemény körülmények közé, nagyon komoly családi problémákba születünk bele. Miért? Mert ott hagytuk abba az előzőnek a végén. Pontot folytatjuk, ahol abba hagytuk, és szerencsére nem emlékszünk rá. Mire emlékszünk rá, nagyjából nagykorúak vagy spirituálisan erősebbek vagyunk, hogy kibírjuk a látványt. Kibírjuk azt, hogy rálátsz olyan emlékekre, amelyek tuti, hogy benned vannak, biztos, hogy te vagy, de nem ebből az életből van. És hogyha nem dolgoznál megérte a praxisba fektetett energiával, nem bírnád ki. Ahhoz hasonlít, mint amikor a 8000-es csúcsok valamelyikére, valakit esetleg helikopterrel fölvinnének. Ez fizikailag lehetetlen, mert nincs elég oxigén a gépnek. De tételezzük fel, hogy van. És egy ilyen kötéllétrán leeresztenek a K2, vagy a csomolunkba, vagy a Nankapárbát csúcsára. Fél órán belül meghalnál. Vagy az agyad nem bírná, vagy a szív- és nem bírná, vagy a tüdőd nem bírná. Miért? Mert nem tréningeztél nem töltöttél el hónapokat azzal, hogy alaptábor le, föl. Egyes alap le, föl. Egyes, kettes alap le, föl. Hónapok. És utána csúcstámadás, amikor már megalapoztad. Feltetted a kérdést, hogy az ember karmája miért évek alatt lassan, néha kínos lassúsággal tetszik aktiválódni. Miért van ez? Mert fiatalabb korban nem bírnánk ki a saját tudattalanunkból a nyomást. Tehát amikor születünk, az egy elképesztő tudatvesztés. Ennek így kell lennie ahhoz, hogy az összes korábbi inkarnációt identitási élménye a tudat tudatküszöb alatt, szigorúan alatta maradjon. Ezért tűnik a gyerek tabularázának, nem az. Csak egy nagyon komoly küszöb rakódott az élményeibe, a születés által. És agy az érzékszervi hatások jönnek és mennek, stimulus, válasz, stimulus, válasz. Kialakul a jelenlegi karakter. Kialakul a személyiség. És amikor a személyiség elég erős, elkezd kérdezni, és megnyithatja azt a zárt kaput, amin keresztül tapasztalhat mást is, mint a mostani önmaga. Viszont ez nagyon fontos, hogy ezért meg kell dolgozni, hogy elég erős légy hozzá. Mert ha nem, abba meg lehet őrülni. Akkor kétszeres vagy többszörös identitás élmény van. Tehát, hogy a te tudatodban hány darab én élmény van, az eldönti az életed minőségét. Ezt nem szabad összetéveszteni az intellektusod fecsegésével. Hmm. elmenjek most vásárolni, nem, még van elég sonka a hűtőben, de azért kenyér kéne, jó, legyen. Nem őrültél meg, ez egy valaki, és a gondolatok biliárdoznak, beszélgetsz. De amikor egy diszociatív személyiségzavar van, vagy többszörös személyiségzavar van, akkor külön entitásoknak éled meg a benned lévő hangokat, és nincs csend, nincs nyugalom. Nincs rendező, csak őrült színészi játék a színpadon. Oké? Okay? Ez nagyon más. Ezért kell erre az életre összpontosítanunk. Ez az élet a hordozója az összes korábbinak, és a gyökere az összes eljövendőnek. Ez kell. Ami ebbe beszüremlik, semmi gond. De ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta, ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Erre emlékezz. Egyéb kérdés? Egy jó pár hónapja az az érzésem, hogy ö, elveszítettem önmagamat. Pár évvel ezelőtt, beszélünk az utolsó négy-öt évről. Ezelőtt négy-öt évig egy nagyon meleg szívű valaki voltam, mindenki felé nyitott történtek bizonyos dolgok az életemben, és most úgy érzem, hogy külső szemmel nem látja senki körülöttem, tehát kívülről ugyanannak látszom, viszont retentően bemerevettem. Tehát gránit kemény. És közben ne, nem, nem érzem jól magamat, ellen. nem érzem jól magamat a bőrömben. Érzem, hogy ez nem én vagyok, nem találom saját magamat. És közben könnyebb téged megsérteni, türelmetlenebb is lettél. Uh, nem. és Nem. Teljesen nyugodt vagyok. Ajaj, Teljesen baj. nyugodt vagyok. Nem tudnak már megsérteni. Mi volt, Nagyon ami a vészcsengőt egy kicsit megkongatta, hogy nem vagy önmagad? Uh, ez így fokozatosan ment, mind. Milyen hatás volt, ami ezt így kimondatta veled, hogy nem vagy önmagad? Ez már pánik. Mitől pánikoltál? Pánik pánik saját magamal, hogy... Ez, ez egyáltalán nem én vagyok már. Mitől pánikoltál be? Mondd ki. Ö, Mi miatt lettem ilyen? Mi az, ami a pánikot okozta? Ö, már félek saját magammal szembenézni. Mi a félelem oka? Ö, nem tetszik az, akivé váltam. De nem tudok változni. Kivé ne. váltál? Ö, teljesen idegen. Nem az vagyok a... Hiányzik a régi önmagam. Tehát elidegenedtél önmagadtól, Igen. és egy olyan személyé váltál, aki te nem szeretnél lenni. Így Igen. van? Igen. Mit tudok csinálni? Ezt Vezetsz autót? Éves. Imádok vezetni. Jó. Ott van egy R fokozata sebességváltó. Ez rükverc magyarul. Igen. Tehát a kérdés az, hogy hogyan találhatsz vissza ahhoz az önmagadhoz, aki szeretnél lenni. Itt van egy olyan kulcs, hogy ez nem a múltban van. A múltban nem lehet visszatalálni. Az elmúlt. Nem. Most kell eldöntened, hogy te ki akarsz lenni, és meg is kell valósítani. Ez annyira egyszerű, ezt le kell bontani csatornákra, mint a televíziót. Gondolat, érzelem, beszéd, cselekedet. Hogy akarsz gondolkodni, hogy szeretnél érezni, hogy szeretnél beszélni, hogy szeretnél cselekedni? Ez a zenben és a mahaján egyéb irányzataiban annyira fontos, hogy négy bodhiszatvát rendelt ki mellé a hagyomány. A vara, együttérzés, érzelmek. Manjusri, monszubószál, bölcsesség, gondolatok. Zsizsangbószál, száll, garba, beszéd, fogadalmak, esküvés, tehát igazság és Samantabadra, dehengbolyomból száll, cselekedett akarat. Ezelőtt egy normális mahajána gyakorló minden nap leborul, mi háromszor. Miért? Hogy ez tiszta legyen, hogy ezt elismerjem, hogy bennem ezek vannak. Mint ember, ezekkel rendelkezem. Felelős módon kell beszélnem, gondolkodnom, éreznem és cselekednem. Ebben találom meg a szabadságomat. És ekkor előbb-utóbb olyan emberré válsz, akivé szeretnél lenni, van még egy kis műhelytitok? Érdekel? Nagyon. Jó. Ezt nem magadért teszed pusztán. Minden ember a köztes létben van, tehát mi magunk köztes termék vagyunk. A személyes megszabadulás mindaddig nem érhető el, amíg másokon nem segítesz. Tehát akarsz sikeresen változni? Segíts másokon. Ez a kulcs. Ha nem gyakorolsz, belül nem tudsz változni. Ha kint nem segítesz, akkor a világgal való viszonyod nem áll helyre, a karmád nem tud változni. Értjük? Hozzáfűzhetek még valamit? Tehát ha kérdés van belőle, akkor igen. Igen. Kifelé segít. Tehát ezek mind megvannak. Tehát azért senki nem észleli körülöttem, én saját magammal nem vagyok kibékülve, mintha nem lenne nem, hogy nem elég, amit csinálok. Nem, nem tudom megfogalmazni. Nem is baj. Tudod miért? Mert nincs adekvát fogalom erre. Te kifelé segítesz mindenkit, de magadat nem. Ez a hiba. Ez, igaz. ez egy rossz önfeláldozás karma. Itt is anyai vonalat tessék kitisztítani. Jó? Tehát az az ott, ami... Igen. Na, ez. Jó? Tehát, ha nem gyakorolsz ha nem haladod meg önmagad, akkor nem is ismered meg önmagad, és akkor kifelé, mint a robot segítesz, de nincs visszahatása rád. Mert ott a kemény fal, az önvédelemnek a fala, értjük? Ezért kell gyakorolni belső munka, segíteni, külső munka. A kettő együtt adja a fejlődést. Oké? Okay? Köszönöm. Abba. Nagyon szívesen. A reinkarnáció az véges. Vagy muszáj egy örökké tartó állapotnak lenni? Vagy valami... Melyiket szeretnéd jobban? Én azt szeretném, hogyha egyszer célba érnék. Mi a cél? A cél az, hogy eljussak egy olyan állapotba, amikor már nem kell újjá születnem. Rossz hírem van, szerzetessé kell lenned, és sok-sok életen keresztül gyakorolnod. Ez Értik. a téravádának a specialitása, mindent levetsz magadról, ami emberi, Mindent levetsz magadról, ami nem emberi, és eltűnsz az alkonyatban. Ez a nirvána. Meg lehet csinálni, csak nagyon nagy munka. És a rossz hír a négyzeten, hogy mindenki mást hátra kell hagynod. Értem. Ez a hamar otthontalan karma. Értem. Alig születsz, meg már mész is a kolostorba, és ugyanaz, hogy lebontod magadban azt, ami az emberi inkarnációt teremti. Tehát, Tehát... ez szükségszerű ahhoz, hogy mindig fejlődjek? Nem. Ezt nem mondtam. Te azt szeretnéd, hogy ezáltal fejlődj. Én azt mondtam, hogy ezáltal eltűnsz. A fejlődéshez meg kell jelenni, hibázni, javítani, kívülbelül gyakorolni, és újra és újra elvállalni az emberi születést. Ez nagyon más, mint amit először kérdeztél. Azt, hogy te inkarnációról inkarnációra emberként szüles újra, az azt kell vállalni, ez a mahaján, ez a bódhiszatva ideál, életről életre emberként születek, megtalálom a tant, megtalálom a tanítót, elkerülöm a három gonosz utat, felébredek, szabadon óvok minden létezőt. Ez a tíz nagy fogadalom, ezt is minden nap elénekeljük, benne van az ezer szem és kész szutrában, aki már velünk gyakorol, azt tudja. Az arahat, ami a téraváda ideál, és ezt is meg lehet csinálni, és nehogy azt hitt, hogy az egyik jobb vagy rosszabb a másiknál. Ez egy földi szempont, hogy az egyiket szereted, a másikat nem szeretnéd. A téraváda az úgy elmegy az alkonyatba, hogy nem jössz vissza. Ott négy meditációs fokozat van, a gyánának, az elmélyülésnek négy fázisa. Az egyik a kezdő, úgynevezett sróta ápanna, amikor a tudat folyamba lépsz, amikor rálátsz a karmádnak a folyamára. Ez azt jelenti, hogy abban a mesebeli csatornában, ahol a saját kakid így folyik lefelé, abban szoktunk úszkálni, mindenki a sajátjában. És akkor először kiülsz a csatornának a partjára, és nem vagy benne a kaki folyamban, hanem az csak ott úszik lefelé, ez a meditációban az első ilyen ráébredés, hogy ami lát, az nem mozdul, ami jelenség, az mozdul. Ami karma, az keletkezik és megszűnik, ami látja a karmát, nem keletkezik, nem szűnik meg. Értjük? Ezért nem lehet jelenség abszolút ami jelenség, az jön, marad, megy. Tehát relatív. És el lehet merülni ám ebben úgy, hogy a következő szint, a sakridagámin, az egyszer visszatérő. Már csak egy születés volt hátra. Utána az anagámin, a vissza nem térő, és utána az arahat, a teljesen megtisztult. A harmadik és a negyedik fokozat közötti érdemi különbséget több téravádintól kérdeztem, és idvezült mosolya, mindenki mást mondott. Tehát, hogy a vissza nem térő, aki már tényleg nem tér vissza, és a teljesen megtisztult, mint arahat között mi az érdemi különbség, ezt nem tudjuk. Nem baj. El kell dönteni, hogy a rokonaidat, barátaidat, ellenségeidet, szerelmeidet, családodat, állatfajtákat, benne hagyod-e a kakiban, vagy ha te már kikeveredtél belőle, akkor visszajössz és megtanítod nekik, hogy na, akkor most tik hogyan, ha szeretnétek, ha nem, úszkáljatok benne nyugodtan. Tehát ez a mahajána és a téraváda közti különbség. Tehát a téraváda, mint a rahat, megtisztult, eltűnik a nirvánában, többet nem látod a földön. Sehol. az lélekből úgy kivette a létszomjat, tanhá, semmilyen duális tartalom nem maradt. Nem maradt vágy, nem maradt harag, nem maradt téves nézet, szuper tiszta lett, és ezért nem jön ide vissza többet. És ez jó. A mahaján, ezt én nem mondtam, hogy ezt te majd eldöntöd, hogy neked mi kell, azt járj utána. A mahaján azt mondja, hogy igen, a megtisztulás nem azzal jár, hogy az emberségemet is lebontom, hanem azt jelenti, hogy emberként újból és újból megszületek, újból és újból a legfelébredettebb tudat felé törekszem, és ezáltal, és a külső munka által megszabadulok és megszabadítok annyi létezőt, amennyi csak erre hajlandó. Tehát a bótiszatva ideál folyamatosan vállalásból visszajön, ezért mondtam a vállalás karmát az előbb, mert aki vállalásból jön vissza, ott nincs panasz, ott nincs kényszer, ott nem az, hogy a világ szar, ott az van, hogy még tisztítani való van belül. Nagyon más az a felnőtt magatartás. Döntsd el melyikkel, és valósítsd meg. Köszönöm szépen. Szívesen. Utolsó két kérdés itt. A mostani életemben honnan tudhatom azt, hogy az előző életből hozott karmámat meghaladtam, hogy pozitív irányba haladok, vagy egyáltalán, hogy történt-e bármi, ugye születéskor mindent elfelejtünk, nem tudhatom, hogy mit kéne változtassak azon, hogy haladjak, ezt most én itt honnan tudom, hogy halad? Van szenvedés, Már nincs túl sok. Régen akkor sok volt. Gyere ide, légy szíves és fújtás. Jaj, nem, hát az annyira nem. Eltűnt az összes szenvedés? <laughs> nem Laborul. azt mondta, hogy az összes, csak már nincs annyi, mint régen volt. Tehát akkor van szenvedés, tudat, csak már nem annyi, mint régen. Igen, igen. Hurrá! Mindegy, hogy ez a szenvedés honnan jött és hová ment? Nincs már, tehát. Nincs. Helyes. Tehát mindegy. Nem azt keresjük, hogy ez a karma előző életbeli, vagy mostani életbeli, hanem, hogy szenvedünk-e még tőle, vagy sem. Ez a fontos. Tehát valójában csak ez a pillanat van. De mivel mindenki szereti a tündérmeséket, ezért én mesélek. Mesélek inkarnációkról, tudatról, testről, lélekről, bótiszatvákról, arahatokról, azért, hogy ma este jól aludjál. És hogyha lejátszod a gyerekednek, ő is jól aludjon, nem visz, hölgyeim és uraim, néha én vagyok az esti mese, és a gyerek jól alszik. Mert az elmédbe megfelelő tartalom kerül. Az teljesen mindegy egyébként, hogy te mit tudsz. Jó, hogyha valósághű tant tudsz, az nem árt. Ad a nyugalom egyik forrása. De valójában csak ez a pillanat van. És ami ebbe beszüremlik, az mindegy, hogy milyen messziről jött, hány küszöböt lépett át. Tehát ne ellenőrizzük a karmát. Oldjuk meg a problémát. Jó? Rendben, köszönöm szépen. Szívesen. Egyébként a Buddha annyira jót mondott, amikor meglőnek tégedet egy nyillal, és jól megsebez, beléd áll, akkor fontos, hogy milyen fából készült? Fontos, hogy milyen madárnak a tollát tették bele? Fontos, hogy hegyről lőtték ki, vagy az alföldről? Milyen hosszú volt, és milyen íjat használtak hozzá? Nem, ki kell húzni, az kész. És be kell gyógyítani a sebet. Ez a fontos. Köszönöm szépen. Szívesen. Ott, én azt szeretném megkérdezni, hogy az önmagunká válás az egyenlő a pillanattisztaságával? Tehát amikor jelen vagyunk és tartjuk a tant ilyen fókuszt? A pillanat ezt, hogy... tisztasága az alap, anélkül nincs meg az, hogy az leszel, akivé szeretnél lenni. De a pillanat nem mozdul. Az önmagaddá válás pedig egy folyamat. Ezt még Helyetted én. nem fogom megoldani. Pedig ezt szeretnéd nagyon, te úgy mosolyogsz. Te mondd még, nem mondom. Innentől kezdve a te dolgod. És akkor hol a hiba, hogy, hogy amikor a cselekedetünkből kifogy a muníció? Tehát, hogy kevesebbek a vágy, hogy Muníció, muníció. Fegyvergyáros volt a puka, vagy hogy? Ezt úgy hívják drága, hogy akarat. Tehát, amikor a cselekedet mögül kifogy az akarat, akkor nem vagy benne biztos, hogy te ki szeretnél lenni, mit szeretnél tenni, kivé akarsz válni. Ezért, amit Cungszerzen mester mondott, irányvétel, irányvétel, irányvétel. Ha megvan az irány, mert megvan a célképzet, és megvan a motiváció, akkor nem fog kifogyni az akaraterőd. De ha minden héten valami mást akarsz, ha minden hónapban valami más tanfolyamra jársz, Hogyha minden évben valami más arcot festesz magadnak, és egyikés se váltál, akkor abban nincs akarat erő, mert nincs lojalitás, nincs kitartás, nincs következetesség. De ebben a fene nagy információs szabadságban igen legyen bármilyen információd, amit szeretnél. Elvesztettük sajnos az elménknek az egyszerűségét és tisztaságát. Nézd meg, hogy sistereknek belül a nullák és az egyek. Tehát már nem arról van szó, engedd meg, hogy te ki vagy és ki akarsz lenni, meg ezt hogy éred el. Nézd meg, hogy miről szól a harc. Miért folyik a harc. Régen a földért, az erőforrásokért, az egyházkerületekért, a templomokért, az etnikumért, a pénzért. Most a figyelmedért. Most a legnagyobb kincs a figyelmed, ezért követelem meg, hogy tudd, hogy ez a legnagyobb érték. Ne lehess máshol, mint itt. Miért? Mert ide jöttél, és hogyha a tested itt van, legyen itt a lelked is, és ez kösse össze a figyelem. Ha nem figyelsz, elmászkáltál valahova, e, alíz csodaországban. Nem vagy itt. Ha nem vagy itt, nem élsz ha nem figyelsz, meghalsz. Látjátok a homo sapiens mobilienzést? Én láttam. Év százezredek alatt felegyenesedett valahogy, meglátta a látóhatárt és benne a nyersanyagot, utána maga egy képernyőt és újra elkezdett visszagörbülni, és egy idő után már csak négy kézláb és képernyő előtt tud létezni, felállni már nem tud. Tehát a harc a figyelemért folyik, mindegyikünk figyelmért. És hogyha ez a pillanat tiszta, tényleg minden tiszta, mert akkor tudsz figyelni, akkor az egy év ált állapotod megvan. Ezért gyakorlunk, hogy ne kényszerből mozogj, ne kényszerből mozgassanak mások, hanem tényleg azt csináld, amiért idejöttél. Remélem, hogy mindegyikünk megtalálja a saját életcélját, amely nem csak róla szól, megtalálja azt, amiben hisz, azt az értékrendet, amelyet magáinak vall, és azt az életrendet, amelyet haláláig tud követni, mert azután is az fogja várni. Úgyhogy ha gyakorlunk, akkor ezt megtehetjük. Ha nem gyakorlunk, és nem érjük el a látót, akkor ezt nem tehetjük meg. Köszönöm, hogy ma eljöttetek. Köszönöm, hogy a figyelmetekkel kitüntettétek egymást és az előadót. Remélem, hogy még többször találkozhatunk, a felszínre hozhatjuk a darmát, és egy felébredettebb állapot felé törekedve segíthetünk másokon és magunkon egyaránt. Köszönöm a figyelmet.